Sziasztok! Szép jó estét kívánok én is mindenkinek. Én Balogh Fruzsina vagyok, a Civil Kollégium Alapítvány Országos Közösség Szervezője. Most az él, ö, Oltas, hogy élhes kampány miatt állhatok itt, azért, hogy beszéljek arról, hogy a COVID milyen nagyon megnehezítette mindenki életét. Munkahelyek szüntek meg, családok mentek tönkre, és szinte biztosan állíthatom, hogy itt a teremben Mindenki elvesztett legalább egy embert, akit nagyon szeretett. Én is sajnos így jártam. Elvesztettem egy nagyon fontos embert az életemből. És ez volt az az egyik ok, amiért mindenképp fontosnak tartottam, hogy ezeket a kampányokat végigcsináljuk. Mert ha már csak egy embert életét tudjuk megmenteni ebben az időszakban ezekkel a tevékenységekkel, akkor már megérte. Képzeljük magunkat egy pillanatra, Azoknak a családoknak a helyébe, akikről szólt ez a kampány. El tudjuk képzelni, hogy mi így zajlik a falu végen. Ahol nemhogy internet és okos eszköz, de mondjuk kiépített csatornahálózat sincs. Amikor a téli időszakban beköszönt a hideg, és ahhoz, hogy mondjuk a gyerekek elinduljanak az iskolába, a reggeli mosakodáshoz az utca végén lévő kútról kell az anyukának hoznia a vizet, amit egy kájhán vagy rezsó melegít meg. Ebben az élethelyzetben lévő emberek hogyan tudnának hozzáférni egy olyan védőoltáshoz, ami online regisztrációhoz kötött? Hogyan lehet egy védőoltáshoz, ami az életét menti meg, úgy hozzáférni, olyan feltételekhez kötni, ami kirekeszti azok hozzáférését, akik a legveszélyeztetettebbek? a civil kollégium alapítvány, ahol én is dolgozom, egy olyan szervezet, ahol veletek, többi civillel együtt szeretnénk egy jobb helyé alakítani Magyarországot az itt élők számára. Egy olyan erős és igazságos magyar társadalomért dolgozunk, amiben a helyi közösségek képesek a közös cselekvésre, értékeik megvédésére, képviseletére, és arra, hogy maguk hozzák meg a róluk szóló döntéseket. A szervezetünknél munkacsoportokban dolgozunk, és én a roma munkacsoportot képviselem. Az országos roma ügyekben, vagy ügyekért, ketten munkatársammal, Bitó Balog Zsanettel dolgozunk. Így 2020 óta, 2020 január óta számos kampányt vittünk végre. Ilyen például a Még egy falat kampány. Az info kampány, esélyt a gyógyulásra, majd következett az oltas, hogy élhes, és ezt követte a tiszta szavazás kampányunk, most pedig mi is foglalkozunk a menekültekkel. A COVID időszak mindenki számára nagyon nehéz volt, így nekünk, közösségszervezőknek még inkább, hiszen munkánk legfontosabb része a terepmunka. 2020. márciusában, amikor beütött a COVID, szervezetünk feladta azt az elvét, hogy nem folytat karitatív tevékenységet látva a nehéz sorsú embereket, családokat, a is az Ahangal közösen és az Esélylabor Egyesülettel elindítottuk a Még egy falat kampányt, aminek a lényege az volt, hogy tartós élelmiszert, vitaminokat és tisztító szereket tudjunk adományozni a rászorulóknak. Ehhez velünk kapcsolatban lévő közösségszervezőket kerestük meg, hogy azokon a településeken, ahol ők dolgoznak, segítsenek szétosztani több körben az adományt. Így nagyon sok családot tudtunk segíteni, két körben gyűjtöttünk közel 33 millió forintot, amit hatalmas teljesítmény volt, hiszen magánadományokból gyűjt össze. Itt rájöttünk arra, hogy a közös erőfeszítésnek igenis van ereje és eredménye. Lelkileg is nagyon megterhelő volt ez az időszak, mert áldatlan állapotok uralkodtak a terepen. Még az addig anyagi gondok nélkül küszködő családok egyik pillanatról a másikra lecsúsztak. Nagyon nehez, nehéz anyagi körülmények közé. Volt, hogy az osztás közepette szaladtam vissza az autóhoz, hogy ne az család előtt sírjam el magam, amikor a család legkisebbjének ö, egy szelet csokoládét adtam, és hálálkodni kezdett. Ö, vagy elgondolkodtató volt az az apuka is, aki alig akarta elfogadni az adományt, amit vittünk, mert szégyelte magát, hogy eddig mindent megteremtett a családja számára, nem volt nélkülözés, de a Covid miatt megszűnt az állása, és így már ők is rászorulók lettek. Az adományosztás után Zsanettel és a Civil Tanács Egyesülettel közösen szerveztünk egy országos találkozót az Országos Roma Önkormányzat épületébe, ahova 16 megyéből érkeztek közösségszervezők. Egynapos műhelymunka után arra jutottunk, hogy a szegregátumokat az adományosztás mellett az információ juttatással tudjuk még segíteni. Ekkor közösen összefogva körülbelül 60 településen kezdtek el a szervezők dolgozni azért, hogy a helyi fontos információkat összegyűjtsék. Ezeket az infókat plakátokra, szórólapokra nyomtattuk, majd eljutattuk a, a helyi szervezőköz, hogy kihelyezzék hogy milyen információkat? Gondolok itt arra, hol található a népkonyha, hogyan kérhetnek az idősek segítséget, hol működik az orvosi ügyelet, hol vannak ügyeletes gyógyszertárak, és természetesen az általános Covid szabályok. Mindemellett létrehoztunk egy weboldalt, az esélyradar.hu-t, ahová ezeket az információkat feltöltöttük, így online elérhetőek is voltak. A ragasztás és a szórólaposztása közben rengeteg visszajelzést kaptunk a családok részéről. Arról, hogy ebben az időszakban mi okoz nekik segítséget. Az egyik megbeszélés során kedves kolléganőm Zsanett jelezte, hogy nagykálóban élő romasságnak az egyik legnehezebb problémája az, hogy a kórházi ellátásra szoruló betegeket hazaküldik férőhely hiányra hivatkozva egy adag recepttel, aminek a kiváltása nagyon nehéz számukra. Ekkor kiszámoltuk, hogy az egy fő Gyógyulásáig a favipiravír és a vitaminok kb. 20 ezer forintba kerülnek. Ez egy öttagú családra nagy terhet ró. Akkor úgy döntöttünk, hogy elindítjuk az ahangon az esét a gyógyulásra petíciónkat, amiben arra kérjük dr. Kásler Miklóst, hogy ezt a gyógyszercsomagot a rászorulók számára tegye ingyenessé. A petíciót összesen közel 7000 ezeren írták alá, online és offline, amit közösen a roma szervezőkkel átadtunk a minisztériumnak. Ennek hatására pár héten belül bejelentették, hogy a favi piravír egy forintba kerül. Itt még nem ért véget a munkánk, hiszen ekkor jelentek meg a Covid elleni vakcinák, amelyek csak online regisztrációval voltak elérhetőek. Bitó Balogh Zsanett és Kadé Ternő, a Roma Sajtó Központ vezetője ötlete alapján elkezdtünk dolgozni. Az oltas, hogy élhes kampányon. Ez a kampány szerintem azért mondható nagyon sikeresnek, mert eddig soha nem látott hatalmas, rossz, hatalmas roma összefogást hozott össze. Egy koalícióban kezdett el dolgozni az ügy érdekében az Országos Roma Önkormányzat, a Civil Kollégium Alapítvány, az AHANG, a Civil Tanács Egyesület, az Egy Magyarország Kezdeményezés, a Roma Sajtóközpont, a RomNet és a DikTV. Szinte egyértelmű volt, hogy ki miért felelt. Munkacsoportokra osztódva dolgoztunk. Voltak, akik terepen voltak, voltak, akik a kommunikációért feleltek, és voltunk mi, akik a terepre küldött aktivisták képzéséért feleltünk. És hogy miért volt ez nagyon fontos? Azért, mert féltünk attól, hogy megint a cigányság lesz a bűnbak, hogy miattunk nem kerül az országnak, elér, nem sikerül elérni a nyáimmunitást. Hiszen nagyon szegény településen élőknek, a napi élelmet is nehéz megoldani, nemhogy az internet kapcsolatot, vagy fenntartani egy okos eszközt. Sokan vannak ezeken a településeken, ahol, akinek még e-mail címe sincs. És mint tudjuk, a regisztráció mindezekhez kötött. Féltünk attól, hogy a COVID-nak a tabjai kerülnek legutoljára hozzá a védőoltáshoz. Ezért tartottuk fontosnak a regisztráció segítését. Ennek érdekében fontos volt a terepre menő aktivisták képzése, ami tartalmazta a regisztrációs felületek kezelését, az e-mail cím létrehozását, illetve egy egészségügyi szakember által adott információkat a vakcinákról, hogy a tév, tévhitek és a közösségi médiában megjelent félrevezető hírek megszűnjenek. Így három hét kampány után összesen 13.428 regisztrációt segítettünk elő. Most pedig arra szeretnék itt mindenkit megkérni, hiszen ez egy hatalmas nagy munka volt, amit a koalíciós partnerek, aktivisták és kollégáim nélkül nem sikerült volna létrehozni. Mindenki, aki ebben a kampányban dolgozott, a saját egészségüket kockáztatva mentek terepre, és segítették mindenki munkáját. Szeretném most önöket megkérni arra, hogy ezeknek az embereknek adjunk egy hatalmas tapsot. Köszönöm. Thank you.